A Nemzetközi Alzheimer Társaság 1994. szeptember 21-én szervezte az első Alzheimer világnapot. A kezdeményezéshez idéni már 10. alkalommal csatlakozott Székesfehérvár városa. Az egésznapos programsorozat megnyitóját a Katolikus Szeretetszolgálat országos papi otthonában tartották. Vajda Norbert, a Katolikus Szeretetszolgálat főigazgatója beszédében úgy fogalmazott, hogy minden időben fontos a demenciával élők és hozzátartozóik támogatása, az előadások egyik legérdekesebb része pedig az állatasszisztált terápiával fog foglalkozni. A demenciával élő embernek az a legnagyobb baja, hogy a valósága már nem az, mint a miénk. Nem tudja magát ugyanúgy kifejezni. De egy állat ezt nem érzékeli. Egy állat ugyanúgy őszinte, ugyanúgy odajön egy kutya, az érezteti, hogy én, te fontos vagyunk. És ez újra megnyit csatornákat, ez újra nyit világokat. Spányi Antal megyés püspök egyebek mellett a hit jelentőségéről beszélt, hiszen, mint mondta, a betegség a családban mindenkit próbára tesz. Ehhez a próbatételhez szükséges sok minden tudás, ismeretanyag, és szükséges egy megfelelő lelki tartás is, hiszen ez mindenképpen egy próbatétel, és hogyha a hit nekünk lelki erőt ad, már pedig kell, hogy adjon, akkor ezeket a próbatételeket könnyebben tudjuk átvészelni. Lerner Zsolt, Székesfehérvár alpolgármestere rámutatott, hogy az Alzheimer világnap egyik lényeges pontja, hogy felhívja a figyelmet a megelőzésre és a szűrések fontosságára. Hogyha bárki a környezetében ilyen hasonló, tehát ilyen Alzheimer, illetve demenciás elváltozásokat tapasztal, akkor az egészségügy felé irányítsa, illetve az egészségügy bevonásával, szakorvosok bevonásával próbálja kezelni, és valamennyire kitolni ezt az állapotot. Az Alzheimer világnaphoz kapcsolódó szakmai előadások után a résztvevők lila sétára indultak a Városház térre, ahol szenior örömtánccal folytatódott a rendezvény.